Ilyet csókolom. Szeretném felolvasni a Bartus Lacinak a cikkét az ATV és Magyar címmel, a némi kommentár kíséretében. Lássuk. Itt van a Laci arca. Miután már mindenki szakértőként szólal meg az ATV és Magyar Péter konfliktusában, nem tudom, hogy így van, hogy mindenki, de nyilván ez költői túlzás, a költői szabadságba belefér. Tehát meg lehet ez ügyben úgy is szólni, szakértő, és akkor is lehet véleménye. Talán nem hangzik nagyképűen, ha úgy gondolom, nekem mindenkinél több erkölcsi alapom van megszólalni a témában. Ezt nem mondanám, de mindenféleképpen van joga megszólalni. És vagy van úgymond erkölcsi alapja megszólalni mindenféleképpen, de nem mondanám azt, hogy mindenkinél. Különösen azért nem, amiről majd esetleg később is fogok talán szót ejteni, hogy teljesen egy platformon van a Magyar Péterrel az ügyben, nyilvánvaló módon, hogy teljesen fogalma nincsen egyiknek, se a Bartus Lacinak, se a Magyar Péternek az ügyben, hogy az oltások mik és mit okoztak évszázadok óta. És különösen ezekkel a mostanikkal, és a mostaniakkal meg aztán ugye nyilván pláne. A legutóbbiakkal kapcsolatban is nem látnak kivetni valót abban, a Magyar Péter csak implicite beszélt erről, hogy hogyha a hú az úgy döntene, ez angolosan kiejtve mondom így ezt a betű szót, tehát hogy a hú úgy döntene az élén ezzel a körvényes, tehát emberiség elleni bűnöket elkövetett vezetőjével, aki szemüvegben parádézik, úgymond, hogy szofisztikáltabbnak tűnjön, egy közönséges, nem akarom mondani, hogy micsoda. Tehát ha ők azt mondják, hogy itt újból járvány lenne, akkor szerintem az egyik ember sem látna, de cáfoljanak meg, és mondják azt, hogy nem, különösen Laci, hogy nem látnának semmi kivetni valót abban, hogy az embereknek a legalapvetőbb saját testükhöz fűződő jogaikat, azokat központilag fasiszta, náci módon megnyírbálják, és a legalapvetőbb emberi szabadság jogaiban korlátozzák őket. Ezt így, ahogy mondom, ezt vállalom. Amennyire én ezt értem, és amennyire én ezt idáig, az eddigi megnyilatkozásaikból le tudtam szűrni, egyik sem látna ebben semmiféle fajta kivetni valót, ugyanis mind a ketten hazudnak. A Bartus Laci is, és a Magyar Péter is hazudott már az ügyben, az oltásokkal kapcsolatban. Azért mondom azt, hogy hazudtak és nem tévedtek, mert hogyha valaki neki, mert a Magyar Péternek tudnia kellene, hogy ez az oltás mit okozott. Tehát egy olyan politikai, meg az, szerintem az ügyben is hazudott, hogy azt mondta, hogy nem tudja, hogy kicsoda a hú-nak az igazgatója. Tehát aki ilyen szintű politikai ambíciói vannak, meg minden is azt mondja, hogy nem tudja, hogy kicsoda az egészségügyi világszervezetnek az igazgatója, az konkrétan hazudik szerintem. Tehát az vagy hazudik, vagy abszolút alkalmatlan arra, hogy bármiféle közfeladatot ellásson, mint politikus. Ezt őszintén mondom. Tehát ezt egy körzeti orvosnak is tudnia kellene, ezt egy a legutolsó önkormányzati képviselőnek is tudnia kellene már. Mi vagy? Hasznádon. De ilyen, így, ahogy mondom, tehát ezt mindenkinek tudnia kellene már, ez egy olyan szintű, ez konkrétan egy nemzetbiztonsági kockázat járó kérdés. Vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, úgymond az a körülmény, hogy a hú az ilyesmi dolgokat akar csinálni. Jó, oké, mindegy, haladjunk tovább. Én voltam az első, jön egy kis öntörménezés, aki már 2010-ben azt mondtam, hogy az ATV becsapja a nézőit, nem ellenzéken, a Fidesz kezére játszik, és a NER erős bástyája. Ugye ez azért van, ez nem erkölcsi alap, hanem ez azért van, mert a Laci olyan szinten kiszolgálta annak idején, úgy mondani, mert Sándort. Én erre emlékszem. Tehát őt bárkire lehetett akkor annó úszítani, és azt végrehajtotta. Tehát arról írt leleplező cikket, mint tudom, akinek neki a Sándor mondta, akiről mondta. Úgyhogy ezért is volt neki borzasztó ilyen, hogy mondja. Én ezt nem bántani akarom, csak az, hogy ezzel, akkor ezt is mondjuk ki. Ez is része a történetnek. És azért ismeri ennyire jól most megint kimondtam a nevét, komolyan mondom, nem szeretnék ő vele már. Igen, nem, ez egy tényleg, na mindegy, nem akarom mondani.
Ezt azért is van jogom hangsúlyozni, mert ez sok ember, aki hirtelen megvilágosodott, amikor a messiásukat kell megvédeni, mert ez a sok ember 14 éven át gyalázott, mindennek elmondott, hát Laci, te is ezt csinálod másokkal kapcsolatban, úgyhogy nincsen ezzel, tehát emiatt ne sírj. Te is ezt csinálod másokkal kapcsolatban. Mindennek elmondott, ahogy most is ezt teszik, amikor Magyar Péter veszélyességére hívom fel a figyelmet, örültnek, szélsőségesnek, fanatikusnak neveztek, hogy most is, csak most másért. Hát ez egy ilyen dolog, mondom, tehát ki mit vet, azt arat, tehát bocsánat. Na. Én voltam az, aki már 2010-ben megírtam, hogy Németh Csandor paktumot kötött Orbánnal, és ennek része az ATV is. Igen. Hát ez még akkor volt, amikor nevezhetted magadat oknyomozó újságírónak, mindenféleképpen igen. Én mondtam, hogy tisztességes demokrata nem teszi be a lábát az ATV-be, hogy tisztességes újságíró sem vesz részt ebben az aljas játékban. Hát azok között nem ez a fő kérdés, Laci, itt a sokkal fontosabb kérdés a szabadkülönbözőségnek a problémája, az, hogy itt mindenféle háttéralkú megy, igen, hát a háttérben azért már háttéralkú, és olyan dolgokat kavarnak, meg mit tudom, olyan emberek, olyan fórumokon, olyan helyeken, stb., amiről fogalmunk nincsen, illetve az emberekről néha van, de hogy mikor, és ezeknek a tartalma, és tényleg az van, hogy évtizedek múltán derül csak ki. Ezről kéne beszélni, és a másik nagy elefánt a szobában, az pedig nyilvánvalóan az oltás kérdés. Tehát egy ilyen fasisztoid intézkedés, amit világszerte úgymond a kormányok végrehajtottak a legtöbb helyen, és ahol nem hajtották végre, hogy sok esetben ugye ott azért nem hajtották végre, mert azt mondták, hát az emberek úgyis együttműködnek, és igazából ezért nem kellett szigorítani rajta, ugye? De így, például Svédországban. Ez volt az, hogy azért nem tették kötelezővé, mert az emberek úgyis úgymond erre a sokkal finomabb, udvariasabb noszogatásra, mint máshol. Hát mi volt? Hát itt is az Egyesült Királyságban a miniszterelnök, az akkor regnáló miniszterelnök, és ez pártállástól függetlenül. Boris Johnson megmondta, azt mondja, hogy ha ez a alatt kimégy, akkor így mondta, you will be arrested, így, az Egyesült Királyságban, ahol az embereknek az alapvető szabadságjogait azért így hagyományosan, történelmileg elég rendesen tisztelték. De és ezt így megmondta. Így. Értitek? Ez fasiszta intézkedés volt, úgy, ahogy van, ez egy náci, fasiszta, azért, tehát megmondták többen is, volt ez a nagyon híres horokauszt túlélő, tehát aki ekkor híressé lett, ez a horokauszt túlélő hölgy, a Vera Sarav, akit meginterjú volt, úgymond az, ahogy hívják is, az a német jogász is, akit egyébként azóta már lecsuktak, ugye, azért, mert pontosan amit csináltak, úgymond a német hatóságok, minden, ő emiatt verbe akart őket fogni, és nem csak őket, és egy mondva csináltokkal letartóztatták, itt rászálltak természetesen, és letartóztatták Mexikóban, amikor meg akarta hosszabbítani az ezért. Rendesen német rendőrök kimentek érte a Mexikóban lévő német nagykövetségre, majd amikor ugye először elzavarták, hogy jöjjön vissza, valami mondva csináltuk, azért, hogy rá tudjanak már készülni a következő alkalomra, addig oda rendelték a rendőröket, bement, és mivel ugye az Mexikón belül ugye Németországnak a területének számít, mivel nagykövetség vagy konzulátus, nem tudom melyik volt, lefogták kész és elvitték Németországba, hogy ne tudja megcsinálni ezt a feljelentést, és ne tudja továbbvinni ezt az egész dolgot. Ez a nácizmusnak, az önkénynek egy olyan foka volt, amit a második világháború óta nem látott a világ. És ez így erre azt mondani, hogy oltás ellenes kontaú, meg mit tudom én, amit a Magyar Péter mondott, meg amit a Bartus Laci is, amit nekem az ő a kommunikációjában, meg a Feszlesz olvasóinak a körében tanúsítottak, ez fasisztoid viselkedés. Minimum. És akkor még finom voltam, hogyha azt mondom, hogy ez fasisztoid. Akkor még finom voltam és nőies. Őszintén mondom, ilyet nem lehet csinálni, és az a megdöbbentő, hogy elképesztő az, hogy azt lehet látni, hogy olyan emberek, akiket mások mindenféle szélső jobboldalnak, meg mit tudom, minek minősítenének, mit tudom én, ilyen emberek simán leülnek, és ott ül velük az a volt LMP, és most érte nem jut eszembe ez az összes hajú ember, aki egy nagy motorja volt annak én az LMP-nek, egy nagyon okos jogász ember, és ezek az emberek együtt világosan látják azt, amit ezek a géniuszok, mint a Bartus Laci nem fog föl. Hogy itt tök mindegy, hogy kinek van igaza, akkor sem lehet azt megcsinálni, hogy az emberi, alapvető emberi szabadságjogokat az állam, a többség, hogy hívják erre hivatkozva, gyakorlatilag azért felfüggeszti. És azt mondja, hogy most, hát ilyen alapon lehet megcsinálni azt, amit a nácik megcsináltak. Ők szépen bebizonyítják, hát miért ne? Miért ne? Azt mondják, hogy ne szaporodhassanak már az elmebetegek például.
Ugye? És csak itt szeretném fölhívni a drága Lacinak a figyelmét, hogy ezt az ötletet egyébként először Kaliforniában vezették be, ha jól tudom, de mindenféleképpen az Egyesült Államokban és a nácik oda mentek hozzájuk tőlük tanulni. Az Egyesült Államok ki vezette be ezt először, hogy sterilizálták a homoszexuálisokat, illetve a izéket, az elmebetegeket. Ezt az Egyesült Államokban csinálták meg először, nem a náci Németországban, csak mondom. És mi a különbség? Az, hogy a többség érdekére való hivatkozása miért? Hát nem sokkal jobb, okosabb lenne, hogy egy Übermenset, egy Superman-t hozzunk létre? Egy Superman-t hozzunk létre? Ugyanaz, a Superman az az Übermensnek a tükörfordítása. Hogy egy ilyet hozzunk létre azért, hogy megfeleljen úgymond a sokkal jobb katona alapanyag az olyan, amelyik, hát hogy nem elmebeteg, nem instabil mentálisan, meg minden, ugye, egészséges, stb. Hát miért szaporodjanak az elmebetegek, meg miért szaporodjanak olyanok, akiknek örökletes genetikai problémáik vannak, ugyebár? Miért? Hát Superman-t akarunk, Übermenset akarunk, nem, de bár. És akkor a többség, hogy hívják rá a hivatkozással, mindenki másnak, a többség érdekére a hivatkozással egészségügyi terrort lehet bevezetni. És elnézést kérek, tehát akkor, hogyha egy embernek ez a nedves álma, ugye, vagy ebben egyáltalán nem lát kivetnivalót, ott nagyon-nagyon súlyos etikai problémák vannak, és az ilyen embereket távol kell tartani, nem csak a politikától, de a vélemény, nyilván itt, ahogy mondja, a vélemény formálásnak az lehetőségétől is, a közjó érdekében, hogyha már ugyanezzel, hogy hívják a, mi az, ugyanezen a logika mentén gondolkozunk, csak itt az a különbség, hogy az első esetben ott egy konkrét alapvető emberi jog, és az egyik legalapvetőbb emberi jog, tehát úgy, mert ez egy orvosi kísérlet volt. Ez emberkísérlet volt minimum. Minimum emberkísérlet volt, de az egyre inkább felbukkanó mindenféle, most, amit mindig tudtunk, akik észnél voltunk ezügyben is, saját magunk kutattuk, észnél voltunk, stb. Mi ezt tudjuk, mi erről tudtunk, ugye, csak ezek az emberek nem. Ezeknek a fényében, amik kiderülnek, már egyre nehezebb azt mondani, hogy emberkísérlet volt, sokkal könnyebb azt mondani, hogy ez egy tudatos tömeggyilkosság volt, elnézést kérek. Ez egy konkrétan a holokauszt óta a legnagyobb, előre megtervezett tömeggyilkosság. Jó, ha leszámoljuk az Amerikának a háborúit, például az arab tavaszt, meg ilyesmi, amit ott műveltek. Meg amit nyilván úgymond az, amit az arab tavasz alatt művelt, és ugye az Obama által például ott hagyott elképesztő mennyiségű hiper-szuper amerikai fegyver, amivel le lehetett aztán rohanni komplett izéket, falvakat is kiirtani, komplett keresztény közösségeket, amik minimum hosszú évszázadok óta megszakítatlanul, úgymond a Jézus követő generáció óta ott voltak, és jelen voltak, és ezeket most egy pillanat alatt eltüntette Amerika hadható segítségével az iszlám fundamentalizmus. Ugye? És ez az Obama az, akire, na mindegy, csak hogy értsétek ezt az egész dolgot. Na nem lehet ilyet csinálni, hogy az embernek a politikai kötődése az elvakítja a valósággal kapcsolatban. Ez egy sokkal súlyosabb kérdés az, hogy el közjóra való, meg a közérdekre való hivatkozással az egy egyéneknek a lelkiismeretüket, és az eszüket és a logikájukat használni képes, használó embereket, egynek az alapvető emberi jogait, ezt úgy, ahogy van, ezektől őket megfosztották. És embereket kirúgtak, egy csomó embert, hát a mi gyerekünket például nem konkrétan ezzel az oltással, egy másikkal kényszeroltották például, úgyhogy rendesen kijöttek a rohamrendőrök is, elvitték tőlünk. Értitek? És utána kiderült, hogy az egész úgy, ahogy van, tehát a bíróság számára is világos módon kiderült, persze nem mondták ki a világért sem, mert abban reménykednek szerintem, hogy nem fogunk perelni. Mert hogyha ezt kimondták volna, teljesen fölösleges volt. Hát minimum fölösleges. Minimum fölösleges volt. Minimum. Maga az oltás, mint olyan. Teljesen. Tehát még a saját mátrixukon belül maradva is teljesen fölösleges volt. Ugye? De elképesztő. Majd elmondom ezt a történetet, hogyha egyszer még úgy. De mindegy, haladjunk tovább. És ugye ezzel kapcsolatban mondja nekem azt a Laci, mondta azt, hogy az én konteói miatt nem veszélyeztethetem a gyerekem életét. El szeretném mondani, hogy pontosan ezek az oltások azok, amelyek veszélyeztetik a gyerekeknek az életét. Rengeteg olyan betegség volt, ami soha nem létezett. Egyszerűen nincsen róla az orvosi irodalomban említés, mielőtt bevezették volna a tömegvakcinázást. És azt hazudni, hogy ezeket a mindenféle járványokat,
amelyeket az ipari forradalom idején mesterségesen előidézett tartás és takarmányozási körülmények okoztak az emberek között, akiket rabszolgaként és állatokként használtak az ipari forradalomnak a haszonélvezői és a tolói, hogy azt állítani, hogy ezeket a járványokat a vakcinák tüntették el, ez közönséges hazugság, és egyszerűen a történelem meghamisítása. Megismételem megint, még egyszer, mai napig fönn vannak az interneten, ha valakinek nincsen 30 fontja, vagy dollárja, vagy eurója, körülbelül ilyen ársában mozog, hogy megvegye a Dissolving Illusions című könyvet, akkor menjen fel arra az rohadt internetre, és nézze, üsse be az, hogy dissolvingillusions.com, és akkor ott vannak a korabeli halálozási adatok alapján készített grafikonok, ahol nyilvánvalóan látszik, hogy egyetlen egy oltás nem tüntetett el, egyetlen egy rohadt, hogy hívják ott sem, amiről rendelkezésre áll adat. Már régen lecsengtek ezek a higiéniai intézkedéseknek és a józan parasztész, ami a három Mózes bele van írva, hogy hogyan kell egy fertőző betegségét kezelni, lényegében azt valósították meg. Az 1700-as évek végén, 1800-as évek közepeig bezárólag. Ezeket valósították meg, és elképesztő orvosi és civil és politikai ellenállás volt a tömegvakcinázással szemben már akkor. Elképesztő, és erről mind le van tagadva. És azért, mert valaki ennyire lusta, hogy nem foglalkozik ezzel, és nem olvassa el, és nem néz ennek utána, de viszont azokat a szülőket, akik ezt megteszik, a saját gyerekük értelmében, azokat meg lekonteúsozza, meg mit tudom én, hát az ilyen ember menjen a francba. Elnézést kérek. Elnézést, hogy ezt mondom, de nagyon-nagyon-nagyon mélyen nézzen magába, és gondolkozzon el azon, hogy ő liberális egyáltalán. Hogy nevezheti-e magát liberálisnak, mert ha egy ilyen ember liberális, akkor azt mondom, hogy ehhez képest akkor ki egy náci. Na mindegy, haladjunk tovább. És akkor még azt is hadd írjam le a hitelesség kedvéért, hogy én tártam fel, és én írtam meg, hogy Németh Sándor, igen, egy liechtensteini offshore cégközvégtatásával ellopta az Ártévita hídgyülekezetétől, nem a Magyar Hang, nem az Átlátszó, hanem ők csak átvették azt a Felszlesz című könyvéből, amért hálás vagyok, mert legalább írt róla valaki, ez is jellemző, ez nem tudom, mire vonatkozik, hogy ez is jellemző, de érthető. Itt az a probléma, hogy ugyanúgy, mint az én esetemben, ha nem lett volna ez, ha a Lacinak nem lett volna ez az elképesztő mértékű saját, hogy mondjam, traumája, ugye amikor őt bevitték a soproni pszichiátriára, és ugye azt mondták neki, ami az kezelő orvos azt mondta neki, hogy ember magán átment egy úthenger, vagy valami ilyesmit mondott neki, és hogy neki szétzúzták a személyiségét gyakorlatilag. És aztán úgy kellett apró darabokból ugye összeszedni, stb. És ugye emiatt lett a Laciban nyilván ez a teljesen jogos és kérlelhetetlen, hogy mondjam, nem is tudom, hogy minek nevezzem ezt, úgymond a vezető rágalmazó iránt. De értse meg a Laci is, hogy mások, mindenki másnak ugyanígy megvan a joga, hogy amikor más valakin is keresztül megy egy másmilyen úthenger, és elmondanám, hogy azt, amit velünk a hatóságok csináltak, ahhoz képest kutyafüle az, amit azért csinált a Lacival, megmondom miért. Mert egy férfi, egy felnőtt férfit, hogyha egy nagyon komoly traumán átesik, az egy dolog. De amikor az ember komplett családja sínli azt meg, és az embernek a gyerekét, a legkisebb gyerekét, a néhány napos gyerekét elviszi egy rohamrendőr, és kényszeroltják utána, és nem kapja vissza egy hónapon keresztül, mi esetünkben szerencsére visszakapta, és utána még több hónapnyi, hogy hívják, hogy mentünk keresztül, egy lidérces álom volt, ugye? Ahol küzdöttünk a gyerekünkért, és nem csak azért a gyerekért, hanem a másik kettőért is. Mert arra is elkezdte fenni a fogát a rendszer. Az ehhez képest a Lacinak a Kálváriusz kutya füle. Elnézést, hogy ezt mondom. Mert az ember az saját maga, jó, tudom, hogy neki is, nem, nála is elnézést, nála is volt ilyen. De ez is nagyon érdekes, hogy leírja, hogy azt írja az első könyvében még, azt hiszem, hogy elment a baba. A második könyvében meg elmagyaráz, hogy igazából az első levegővételtől számít a magzat csak izének. Vagy körülbelül ezt állítja. Ez a lényege. Hogy hívjáknak? Embernek. És onnantól vannak csak jogai, addig nem. Akkor miért mondja az első könyvben azt, hogy elment a baba? Amikor spontán, tehát ugye az történt, hogy minden átkok meg, minden meg a stressz meg minden miatt elvetélt a felesége. Ugye? Na mindegy, értitek mit, nem mindegy, csak értitek mit mondok. Tehát legyünk következetesek.
Tehát meg, de azért más az, tehát egy izé elől el lehet menekülni, ugye? Egy ilyen elől el lehet menekülni egy másik országba, és utána onnan lehet aztán izélni, dobálózni, meg mindent csinálni. De amikor az van, hogy egy nemzetek fölött álló, egy világ összeesküvés van, mert ugye a WHO, meg a WEF, meg mindazok a szervezetek, amik ezek mögött álltak, ez egy komplett világméretű valamivé próbálták ezt meg kiszélesíteni, és nagyon kevés kivételtől eltekintve ez sikerült is. Tehát én is, hogy körbenézek, és hogy az ember azt mondja, hogy hol van, hova tud menni az ember olyan helyre, ahol ne volna ez a rendszer fölépítve. Hogy ez az abszolút oltás fasizmus van, legalábbis akkor, hogyha úgymond a játékszabályok szerint akarsz játszani, mondjuk így finoman. Hol van ilyen? Milyen ország az, ahol vagy menni tudsz? Mert én nem nagyon tudom. Tehát nyilván, tehát olyan helyek vannak csak, ahol egyszerűen van olyan, tehát akik olyan szintű ellenállást fognak ezzel szemben tanítani, és borítékolható, hogy még hosszú évtizedekig, amíg mondjuk a gyerekei felnőnek, addig nem lesz oltásfasizmus. Ki tud nekem valaki ilyen államot mondani? De olyan szinten van, mondom, akik ezzel szembe mentek, azon államvezetők, akik ezzel szembe mentek, láttam egy ilyen listát, erről most valami 5 és 8 között mozog körülbelül, ha jól emlékszem, azoknak az embereknek a száma, akiknél teljesen egyértelműen belátható, hogy azért végezték ki őket, konkrétan, mert nem voltak hajlandók bevezetni se az oltáskényszert, sem pedig a lezárásokat a saját országban. És ezek zömében afrikai, hogy hívják, ok voltak, de voltak köztük nem afrikai vezetők, és akik konkrétan gyanús körülmények között minimum haltak meg. És akkor nem beszélve olyanokról, akik a nagyon hangosan és világosan és kritikusan beszéltek az orvos szakmában ez ellen, azok közül is többen meghaltak érdekes módon, idő előtt. Ugye? Ugye? Milyen érdekes. Ez kutya füle. Ki egy ilyen ez az NS? Ki ahhoz képest, ami itt történik? Ez egy jelenség lesz. Ahhoz képest, ami itt most történik, úgymond ez az egész oltáskényszer kapcsán, ami történt, és ami még most is zajlik. Ez kutya füle. Ez sehol nincsen. A Lacinak a sérelmei, meg mit tudom én, ezzel az emberre szemben sehol nincsen ehhez képest. Ez mondom, ez egy második lesz. Ez egy második soá volt, és tart most is. Ezek után rólam senki sem mondhatja, hogy igen, a hídgyülekezet és az ATV, ez az úr takarítsa el, a hídgyülekezet és az ATV elfogult barátja lennék nyilvánvalóan. Ennek tudatában és ismeretében szeretném mindenki figyelmébe ajánlani az üggyel kapcsolatos álláspontomat. Ebben az ügyben nem az a lényeges, hogy mi az ATV, mi a funkciója és kicsoda NS, azt tudjuk, de kicsoda Magyar Péter? Na egyébként hozzáteszem, még azt se tudjuk pontosan, hogy kicsoda. Ezt majd akkor fogjuk tudni, amikor nyilvánvalóvá válik, és kiderül az, hogy ő mikor és hogyan, milyen jellegű ilyen háttéralkukon vett részt, kikkel, hogyan, mikor, hol, mit csinált, stb. Amikor ezt részletesen fogjuk tudni, akkor talán lesz némi fogalmunk. Addig nem tudhatjuk teljesen biztosan. Sejteni sejthetjük, tudni nem tudjuk. Erre adott választ az Egyenes Beszéd című műsorban maga a Magyar Péter, az ATV elleni támadás képmutat és hazug, átámadás képmutat és hazug azok részre, akik eddig tűrték, nézték, esetleg még benne is dolgoztak, akik bejártak és engedték, hogy felhasználják őket, csak szerepeljenek, nincsen ér taszító, miközben ez is magyar trükkje, hogy a lényegről elterelje a figyelmet. Igen, tehát lehet ilyet mondani, hogy erkölcsileg úgymond, tehát hogy képmutató és hazug azok részéről. Én ezt ugyanezt mondom, tehát azok részéről hepciáskodni a liberalizmus mellett, akik maguk nem látnak semmi kivetnivalót abban, hogy embereknek a milliárdjainak vették el a legalapvetőbb emberi jogaikat egy megrendezett színjátékra való hivatkozással, mert ez az egész ez az volt, tehát annyi hazugságot, tehát így a közelmúltban semmivel kapcsolatban nem mondtak, mint ezzel az egész úgynevezett járványal kapcsolatban. A mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi okozta ezeket a dolgokat. Simán lehetett amivel bennünket permeteznek, simán lehet az, hogy fölturbozták ezeknek az iszonyatos nagy teljesítményű telefontornyoknak a teljesítményét. Én ezt már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, de talán már nem tudom, 10 évvel ezelőtt, amikor hallottam először arra, hogy miért raknak ilyen brutális vastagságú, ilyen kábeleken megy az elektromos, tehát az elektromos kábeleket vezetnek ezekhez az adótornyokhoz. Azt mondják, hogy semmi nem indokolja azt, és az ember, egy nagyon sok hozzáértő szakember, akik ilyen tornyokat telepítettek, föltették a kérdést, akik értettek ezeknek a működéséhez, hogy itt valami nem kerek.
Ugye aztán volt a következő, hogy azt találtak, hogy egy csomó méh, meg mindenféle más egyéb, hogy hívják, ott megdögölve szanaszét, mint a gyepszőnyeg, ott körülötte, az ilyen tornyok körül ott volt. Tehát egyszerűen olyan teljesítmény nyomtak ki, hogy egyszerűen elpusztultak a rovarok, amik ott elrepültek előtte. Ugye? Amiket ma úgy ismerünk, hogy 5G tornyok. Ugye? Tehát ez is simán benne lehet, hogy ilyeneket gondoljatok bele. Hát a telefonod is mi mindent csinál, miközben ki megkérdezett engem, azért nem kérdezett meg. A Messenger simán update-elt, le van nála minden ilyen tiltva. Ezért simán update-elte magát, meg mit tudom én, és így meg is mondja, hogy mostantól ezt, meg úgy, meg amúgy kell. A telefonod olyan dolgokat csinál a hátad mögött, meg anélkül tudnál róla, hogy fogalmat sincsen. Mi van akkor, hogyha például valami olyasmi frekvenciát nyomtak a telefonokon egy időben mindenkinek a telefonjára, hogy az mindenkinél ilyen hogy hívják, okot okozott? Ez is benne van. Mi van, hogy ez egy kumulatív hatás volt? Hogy például az ivóvízbe is bekerült néhány dolog? Ugye erről is volt szó. Hogy világszerte az a világ legkönnyebb dolga egyébként ezt megcsinálni. Ugye itt vannak ezek az adótornyok, most már mindenkinek sokkal több mobiltelefon létezik, mint ahány ember él a Földön, tehát van üzemben, mert ugye vannak olyan emberek, akiknek több is van. Tehát ez is elképesztő valahol, ha ebbe belegondolunk. Tehát nem lehet tudni. Nem lehet tudni, hogy mi okozta ezeket, meg mit tudom én. Mindegy, hagyjunk, maradj, menjünk tovább. De az, hogy az erre adott válasz, úgymond, amire azt mondták, hogy csak ez a megoldás, ugye a végső megoldás, végül ami Viktorunk is ugye elmond, használta ezt a kifejezést, hogy a végső megoldás a vakcina. Így. Ha jól emlékszem, és na, majdnem biztos vagyok benne, hogy jól emlékszem, hogy mondott egy ilyet. Így. De sok embernek még ez is kevés, hogy ettől, még ez is kevés az, hogy lehessen, hogy igazából itt miről van szó. Olvassuk tovább. A lényeg pedig az, hogy Magyar Péter alkalmatlan arra, hogy Magyarország előbb esetleg az ellenség vezetője legyen, mert képtelen uralkodni magán, nem tud viselkedni, képtelen egy helyzetet kulturáltan megoldani, egyébként pedig folyamatosan hazudik mindenen, és mindenki átgazol, nem tud semmiféle mondást egy agresszív autokra. Tehát ezzel kapcsolatban jó lenne tudni, hogy ezt mire alapozza a Laci, mert ez így bemondásra biztos elhiszük neki, mert ő mindig igazat mond. Ugye? Mondom, a FESZ vannak kapcsolatban nem kaptuk hazugságban, ugye? És az teljesen rendben van. A FESZ leszel kapcsolatban ott a teológiai értekezéseket leszámítva, ott meg az abortusz kérdés, meg a meleg kérdés, mint tudom én, ott vannak bőven olyan dolgok, amikben azért elég könnyű belekötni, mind keresztény alapon, mind logikai alapon, pusztán, de egyébként ott sem. Tehát az is úgy nagyjából rendben, sőt, hát azért része az rendben van, amit a HG-vel kapcsolatban ír meg, mit tudom, az teljesen rendben van. Viszont én a Magyar Pétert még nem láttam olyat, hogy ne képtelen úr lenne uralkodni magán. Azért, mert a Varga Judit ilyeneket bemond, az elnézést kérek, az nem biztos, hogy az úgy van. Tehát, hogy képtelen uralkodni magán, nem tud viselkedni. Hát én amit ideig láttam, mindenhol azt láttam, hogy mind magán uralkodni képes, mind nagyon-nagyon tud viselkedni. Azt láttam ideig mindig, hogy igenis nagyon kulturáltan meg tud oldani egy helyzetet, ez teljesen kulturált volt. Nem fenyegetőzött, nem kiabált, nem gesztikulált, úgy nem, semmi olyat nem csináltam jó. Ezt teljesen kulturáltan oldotta meg. Most az, hogy valakinek ez nem tetszik, ő ezt kulturáltan oldotta meg. Más, ezt nem is értem, hogy ezt miért mondja ezt így. Egyébként pedig folyamatosan hazudik. Tehát elnézést, hogy az, hogyha valaki azt mondja, valakivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy volt, hogy nem mondott igazat valami kapcsolatban, az nem jelenti, hogy folyamatosan hazudik. Tehát, hogyha te azt mondod valakiről, aki rendszeresen megnyilatkozik, és nem hazudik folyamatosan, hogy folyamatosan hazudik, akkor te hazudsz. Tehát a Magyar Péter nem hazudik folyamatosan. Akkor, amikor azt mondta, hogy annak köszönhető, hogy ő ott van, tehát hogy az, hogy ő ott van, az annak köszönhető, az oltásoknak köszönhető, akkor például hazudott. De ez sem folyamatos hazudozás. Tehát mindenen és mindenkin átgázol, nem tudom, ez nem lehet az, hogy megint a gyurcsányista szólalt meg, én nem tudom, szerintem a Lacinál beragadt a Gyurcsány Ferenc valamilyen oknál fogva, tehát ő továbbra is a Gyurcsány tartja izének, a mesterének szerintem. Nekem ez a gyanúm, és valamilyen oknál fogva itt sajnálja, hogy nem a Gyurcsány az. Nem tudom. Egy agresszív autokrata. Hát benne van a pakliban, tehát én is, ahogy ránézek, benne van a pakliban, hogy ez egy nagyon... Tehát egy olyan ember, aki tényleg... Csak erre még ugye nem láttunk példát. De lehet, hogy a proféta szól most a Laciból, de az akkor sem igaz, hogy folyamatosan hazudik. Tehát ilyet nem kell ilyet mondani. Miért nem kell? Nem kell olyanokat mondani, mert ezzel magát hitelteleníti el az ember, hogyha túloz. A messiás imádók szerint a riporter tényekkel provokálta Magyart.
A messiás imádók szerint a riporter tényekkel provokálta magyart, aki helyesen tett, hogy kivonult a stúdióból. Hát a messiás imádók szerint pont nem tényekkel provokálta magyart. Pont nem, ugye? Aki helyesen tett, hogy kivonult a stúdióból. A MOOC tekintélye mögé bújva viszont nem a MOOC, hanem saját véleményét közölve, az újságíró szervezet alelnöke azt mondta, hogy az ATV-nek a színfalak mögött kellett volna magyar szembesíteni azzal, hogy nyilvánosan hazudott. Hát elnézést kérek, itt a Magyar Péter gyakorlatilag annyit mondta, hogy egy nagyon kicsivel több, mint egy hónapon keresztül őt az ATV-ben nem hívták be. Ennyi. És ezt addig nem fogjuk megtudni, amíg teljesen mindenre kiterjedő módon, de nem, tehát az összes ilyen, de az a baj, hogy ezt is hamisítani lehet, hogy a Lacinak a párt fogoltja, úgymond a Hillary Clinton, az ugye elképesztő mennyiség, nem tudom hány ezer vagy tízezer e-mailt törölt ajzéjéről azért, hogy ne lehessen rábizonyítani a korruptságát. Ugye? Tehát ezt most is meg lehetne csinálni, minden további nélkül. SMS-eket is, tehát nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Tehát ide törvény, igazságügyi szakértők kellenének, úgymond ahhoz, hogy ezt megállapítsuk, hogy itt kimondott igazat vagy sem. Szóval ezt így bemondásra elfogadni, hogy ő hazudott, vagy a másik hazudott. Tehát ez így nagyon bátor dolog. Ezt nevezik egyesek demokratikus és szakszerű eljárásnak. Hát nem az, mert magyar az ország nyilvánosság előtt hazudott. Nem tudjuk, Laci, hogy hazudott-e vagy sem. Azért, mert te szeretnéd azt hinni, hogy hazudott, ez nem jelenti azt, hogy hazudott. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hazudott-e vagy sem. Egyszerűen nem tudjuk, hogy tényleg ez a bő egy hónap alatt tényleg hívták-e őt vagy sem az ATV-be. Támadta meg a csatornát. Az ATV-nek pedig joga volt ahhoz, hogy ugyanaz a nyilvánosság előtt védje meg magát és szembesítse magyart a tényekkel. Magyarnak pedig kezelni kellett volna tudni ezt a helyzetet. Hát elnézést, hogy valaki egy nagyon profi politikus, az a baj, hogyha meg nem annyira profi és nem készül rá, akkor meg az a baj. A gyengébe kedvét elmondom, hogy egy normális ember ezt hogyan oldotta volna meg. Megköszönni a csatornának, hogy összegyűjtötte neki ezeket a dokumentumokat, megígér, hogy a munkatársaival átnézik, mert elképzelhető, hogy nem minden keresés jutott el hozzá. Igen, ilyet lehetett volna mondani. Ha így lenne, előre is elnézést kér, ehelyett láttunk egy őrült. Tehát nem őrült, tehát ez nem őrült, ő hozzá van szokva nyilvánvalóan ahhoz, tehát hogy tehát egy olyan pozíció, egy győztesek között ült az legutóbbi időkig, úgymond a győztesek között volt, a győztes önkényuraknak a klubjának a tagja volt egészen a legutóbbi időkig. És nyilván egy ilyen emberként ugye hozzá volt ahhoz szokva. Tehát nem úgy volt Mirella, mint én, aki egy önkéntes számüzetésben és ez a brigád által megvetve, de mégis egy utolsó ilyen, kvázi egy ilyen hátrahagyott szamurájként őrzi, úgymond azt a szigetet, úgymond, és már ütközközben rég vége van a háborúnak, és senkit nem érdekel, hogy éle vagy hal-e. Tehát nem ilyen helyzetben volt, hanem a legutóbbi időkig ennek a rendszernek a haszonélvezője volt, és úgy szállt ki ebből a rendszerből. És csak akkor szállt ki, amikor már az egyébként, ha jól értem, úgymond a felesége úgymond ki lett kvázi, vagy le lett mondatva, és már úgy, hogy a feleség igazából megromlott a viszonya. Tehát, szóval, na mindegy. Az sem igaz, hogy Rónai Egon nem kérdezte őt másról, mert magyar erre nem is adott lehetőséget, mert még előtte távozott. Hát ettől pontosan igaz. Nem kérdezte őt másról. És ez igaz, az egy másik dolog. Tehát rosszul fogalmazol, Laci, ne haragudj. Egy ilyen szintű újságírónak tudnia kellene fogalmazni. De igaz, hogy Rónai Egon nem kérdezte másról, azért igaz, mert magyar erre nem is adott lehetőséget. Tehát, na mindegy. A riporter nem engedte, hogy magyar lesöpögi a témát, szerette volna tisztázni, hogy most akkor kinek van igaza. Nem szerette volna tisztázni, mert azt mondta, hogy ott van benne. Akkor azt mondta volna, hogy a másik másolat itt van előttem, és felolvasta volna ott akkor egy. Ez így nem volt korrekt. Tehát teljesen, tényleg az volt, hogy teljesen, ezt előre eltervezett, ez egy előre eltervezett, hogy hívják, volt teljesen nyilvánvaló módon. Úgyhogy nem szerette volna tisztázni, tényként közölte. Nem, a Róna Igon nem szerette volna tisztázni, hogy most akkor kinek van igazán, meg ex-katedra közölte, hogy ott van benne, és kész, és ennyi. Nekünk van igazunk, és kész. Nem szerette volna semmit se tisztázni. Nem, azért az azt mondta, hogy most én ezt odaadom önnek, itt van, tessék,
És ez egy ilyen gesztus volt, egy ilyen szimbolikus gesztus, úgymond, hogy átadják ezt most akkor így neki, és ugye nyilván ott ennyi idő, nem, tehát nem volt lehetősége arra, hogy ezt így izé. Tehát ez egy rendkívül inkorrekt módszer volt, akárhogy is vesszük. Most független attól, hogy a Magyar Péter az csúnya vagy nem csúnya. Ez, amit a Rónai Egon csinált, nyilvánvalóan megrendelésre, nyilvánvalóan nem megrendelésre, hanem felszólításra, de hát hogyha fizetését onnan kapjuk, mondhatjuk így is, ez teljesen nyilvánvaló. Teljesen nyilvánvaló az, hogy ez nem az Egon fejéből pattant ki, és én még fölteszem azt, hogy a kutya komédia szó sem az ő fejéből pattant ki. Igen, lesöpörte a témát, nem engedte, hogy lesöpörje a témát. Igen, tehát ez egy baromság, hogy tisztázni szerette volna, nem tisztázni akart, hanem az ő saját csatorna álláspontját igazként prezentálta, és implicite azt mondta, hogy a Magyar Péter ezáltal, hogy hazudott, azt implikálta. Magyar tudta, hogy az ATV-nek ez azonban nem derülhetett ki. Nem tudta Magyar Péter, mert ő azt mondta, hogy bő egy hónapon keresztül, és mondom, nincsen okunk abban kételkedni, ez valóban így van. Hát ugye meg kell azt néznünk, hogy melyiküknek, tehát valószínűsíteni kell, hogy melyiküknek van igaza, ez pusztán a valószínűség alapján ebben a kérdésben én azt mondom, hogy 99%, hogy a Magyar Péter. Tehát 1% esélyt adok, hogy tényleg. De a Magyar Péter az SMS-eiről beszélt, és azokról mondta úgy, hogy azzal tudja bizonyítani. Itt még annyi történhetett, hogy esetleg e-mailben kapott valamit, és azt nem... Vagy hogy direkt olyat küldtek, direkt olyan helyre küldtek, ami nem a megszokott kommunikációs csatornájuk volt, és ezért erről nem értesülhetett a Magyar Péter időben. Tehát egy ilyen rókáról ból kinézem az ilyen húzást is egyébként. De nem csak ezért kellett nyilvánosan szembesíteni a messiás urat, ez is, miért kell itt beszélni, Laci? Hanem azért is, mert magyar hazudott. Mert te ezt mondod is, azért ezt higgyük el, oké. Okay. Az pedig joga van tudni a nyilvánosságnak, hogy kire bízza magát, kit támogat. Joga van tudni, hogy az arrogáns, vádaskodó támadás mögött hazugság állt, vagy magyar szemreben is nélkül adott elő. Aha, értem. Hát mert te ezt mondod, és mi ezért innen ezt lehet tudni. Majd lesöpörte a szembesítést is. Nem, ez nem volt korrekt szembesítés. A korrekt szembesítés az lett volna, hogy ott felolvassa, ott akkor, és de akkor erről szólnia kellett volna valóban előtte, mert hazudtak neki, hogyha minden igaz, mert azt mondta, megmondták, hogy miről szeretnék őt kérdezni. Nem ennyire buta magyar, hogy csak úgy bement volna. Tehát nyilvánvalóan megbeszélték, hogy miről lenne szó, stb., és nem ez történt. Ugye? És ezért is sokkal jobb lenne az, hogyha ezeket a dolgokat, tehát az összesen háttér alkukról tudnánk előre, és nem utólag kellene ezt megtudni. Még azt is megengedem, hogy az ATV megoldása nem volt elegáns. Na, köszönjük, Laci. Tényleg nem volt elegáns. Rónai Egonon átjött Németh Sándor tombolása, de mikor volt más az ATV? Németh Sándor csatornája mikor volt elegáns a szalonképes? Há, igen, hát itt ugye átjön a Laci keserűsége, úgymond az ügyben, hogy nem hallgattak rá. Hát ez egy ilyen dolog, Laci, látod? Ez egy ilyen érzés. Welcome to club. Én ugye akkor is, amikor a Laci oda került a Hágyibe egyáltalán, én már akkor arról voltam híres, már gyerekként, hogy mennyire föl van vágva a szám, és hogy mennyire kimondom a véleményemet, meg mit tudom, hogyha valamivel nem értek egyet. És amikor Laci elment, akkor is arról voltam híres, úgymond akkor is erről voltam ismert, de olyan szinten, hogy mondom, tehát engem így ismertek, hogy ilyen igazságérzetem van. Ugye? Yeah. Ami olyan, ami a többségnek nincs. Tehát kilógtam nagyon ezügyben a sorból. Aztán 14 éve bámulják, dolgoznak benne, bejárnak és nézik, eddig nem zavar senkit. Mitől lett ez most hirtelen elfogadhatatlan? Azért, mert a messiás úrral történt, aki bármit megtehet, akit mindenért meg kell védeni, hazudik akkor is. Ez olyan hova vezet nagy demokratikus értelmiségi fele barátaim? Ez milyen értéknek, milyen normának felel meg? Laci, ugyanezt a kérdést tedd fel magadnak is a kényszervakcinázás kapcsán, a kötelező gyerekoltásokkal kapcsán. Tedd fel magadnak ugyanezt a kérdést. Ha te egy olyan ember vagy, aki azért nem foglalkozol ezzel, mert ennyire primitíven, kétbites módon gondolkozol erről a kérdésről, hogy mivel a neonáciknak ez az egyik veszőparipája az oltás ellenesség, ezért eleve nem lehet igaz, ezért nem foglalkozok vele, és ezért azt mondom, hogy oltás ellenes konteó. Ugye? Tehát elnézést kérek, ez egy olyan szintű butaságról tanúskodik, ami egyszerűen elnézést kérek, hát nagy értelmiségi felebarátom.
Ez butaság, ez a rendkívül korlátolt és buta gondolkodás. Elnézést, hogy ezt mondom. Ez mennyivel különb a másik csűrhétől, épp attól, hogy egy vesző hiányzik, fogadj fel egy korrektort, Laci, ahonnan magyar jött, és ahonnan ezeket hozza. Ebből szabad kultúrált ország lesz, nem lesz sosem az. De Laci, ez te is megteszel mindent, hogy bőnye legyen az. Tehát te is olyan stílusban esel neki mindenkinek, aki nem érte egyet veled, hogy az elképesztő. Lehet csicskázni Rónai Egont, de Rónai Egon nem most lett csicska, hanem 10 éve az, Hak Péterrel és másokkal együtt, akik valaha német kontrollja alá kerültek, beleértve engem is, amíg ott voltam. Most ez nem tudom, hogy csicskázásra is értendő-e, hogy akik valahogy beleértve engem is, amíg ott voltam. Tehát ha ez a csicskázásra is értő, Laci, tehát ő maga is egy csicskává vált, amíg a német kontrollja alá került, akkor ez egy őszinte és korrekt beismerés. Ez most nem egy érv arra, hogy magyar nem csak képtelen, nem csak politikusan, de emberi mércével mérhető módon reagál egy ilyen helyzetre, hanem neki elfogy. Még egyszer? Ezt nem értem, ezt a mondatot. Ez most nem egy érv arra, hogy magyar képtelen nem csak politikusan, de emberi mércével mérhető módon reagálni. Na, olvasó szerkesztő is fog kelleni. Egy ilyen helyzetre, hanem neki áll följebb. Ez egy nagyon-nagyon faramuci mondat. Most arról ne is beszéljünk, hogy a mappában átadott bizonyítékok a messiás urat nehéz helyzetbe hozták. Egyfelől nem tudjuk, hogy mi van a mappában, Laci. Ha tudod, hogy mi van a mappában, kérjük a fotókat róla. Ha meg nem tudod, akkor meg ne mondd azt, hogy nem viselkedj úgy, mintha tudnád. Nem tudjuk, hogy mi van benne, mi volt a mappában. A messiás urat nehéz helyzetbe hozták, mert pontosan tudja, hogy hazudott. Laci, ne. Az ártatlanság védelme mindenkit megillet. Hazudik az ellenzéki messiás. Jó, mert te azt mondod. De még ennél is szörnyűségesebb, hogy képtelen, alázatos, visszafogott lenni. Hát nézd ide, ha ilyen helyről jön, érted, ott persze, hogy nem az alázat neki lesz az első számú erénye nyilvánvalóan. Egyébként, hogyha bárki ezt a rendszert le tudja váltani emberileg, értve, az csak erőszakkal lehet valamilyen formában, és lehet, hogy az, vagy az van, hogy egy erőszakos ember kell hozzá, vagy erőszakos módszerek kellenek hozzá, de mindenféleképpen ezt egy olyan ember, aki egy átlagos, normális ember, ezt nem fogja tudni, hogy mondjam ezt nem fogja kibírni. Úgy gondolom, ami ezzel jár, szerintem. Tehát annyira át van szűve a magyar politika, hogy hívják okkal, a titkos szolgálatoknak, a titkos társaságoknak az egymásra való kémkedésével, meg a keresztbe kasul fúrás faragásával, meg kavarásával, meg minden, hogy az elképesztő. A karaktergyilkossággal, meg az átveréssel, meg a csapdába csalással, meg mindennel, hogy hát ember legyen a talpán, érted, aki ebben úgy mondja, megmarad, ha egyáltalán volt valaha, megmarad egy tisztességes embernek. Ellentmondás nem tűr. Miért te tűrsz ellentmondást? A Laci. El tudjuk képzelni azt az embert abban a diktatórikus hatalomban, amire készül? El tudjuk képzelni ezt az embert abban a diktatórikus hatalomban, amire készül? Most ez is megint egy nagyon rossz kérdés. Tehát ez egy ilyen dupla, hogy hívják, ilyen sugalmazás van benne. Mert ugye se nem jobb, se nem bal, csak magyar. Ez itt a lényeges tanulság, és nem az, hogy mi az ATV, kicsoda NS, hogyan csicskult be Rónai Egon. Ez most a fontos, mert ez szól Magyarország jövőjéről, hogy ki ez az ember, aki Orbán helyére akar beülni. De ez csak a felszín, most következik a lényeg, a német versus magyar csörte igazi háttere. Na, ha nézzük az igazi hátteret. Azt mindjárt leszögezem, hogy semmi köze hozzá a karmelitának, amit szeretnek ráhúzni mindenre, ennyire nem vagyok képben. Egyedül német bibliai világképéhez van köze, mert német így gondolkodik, és lehet erről bármit gondolni, lehet hülyézni, de aki nem ismeri ezt az embert, és nem tudja, hogy mi mozgatja a gondolkodását, soha nem érti meg, mi történik. Azt is előbb mondom, hogy német jól látja, és igaza van, mert magából indul ki, és az ilyen kezdő diktátorokon átlát, mint a szitán, akit érdekel az igazi háttér, az most olvashatja. Magyar és német feszült egymásnak. Magyar már az előző műsorban is agresszíven ült be a stúdióba, abból csak egy rövid összefoglalót láttam. Első perctől kezdve nem az interjú alany pozícióját foglalta el, hanem az agresszor szerepébe lépett, végigtámadt a riporter, kioktatta, megmondta, hogy mit kellene kérdezni tőle, minősítette, megpróbálta leuralni és terrorizálni.
Hát most, hogy a riporternőt az például minősítette, azt nem tudom, személyében nem biztos, nem úgy benne biztos, hogy minősítette. Az, hogy megpróbálta leuralni minden, az vagy hát legalábbis igen, az elképzelhető. És itt a lényeg, és ami emögött van. NS 40 éve szakértője ennek az agresszív, jó, most kifagyott a telefonom, nem igaz, ennek az agresszív kommunikációs technikának. Azonnal meglátta, hogy a támadó magatartásával a magyar maga alá akarja gyűrni az ATV-t, uralni akarja, ezért terrorizálja a riportert, ezért támad. Magyar azonban találkozott egy másik vadorzóval, aki azonnal levette, hogy mi történik, magyar akar irányítani. Elnézést, csak itt kifagyott valami, nem tudtam tovább görgetni. Ha van vörös posztú Németh Sándornak, igen, elnézést, az úr nehezítse rá a kezét és takarítsa el, akkor ez az. Kívülről mondja a bibliai igéket, hogy mint a varázslás bőjön, olyan az engedetlenség, az ellenszegülés, amely a bálványimádással is összefügg, ami ugyebár a magyar jelenség lényege. Németh azonnal átlát ezen, leveszi, hogy mi történik, magyar egy Jézabel, egy varázsló, aki el akarja venni azt, ami az övé. Ez egyébként, ez a bekezdés, ez szerintem tökéletesen pontos. Ez. Tehát ez a látlelet, ez teljesen pontos egyébként. Tehát tényleg erről volt szó. Tehát tényleg az van, hogy az NS az nem tűr meg senkit és semmit, úgymond, mint konkurenciát, vagy ilyesmit. De még a saját, hogy hívják ebből sem. De meg, hogyha fölmerül a izéje és a gyanúja is annak, hogy valaki népszerűbbé válik nála, akkor azonnal lép. Tehát olyan szinten féltékeny, hogy az elképesztő. Ez a konfliktus...